Sziasztok! Egy újabb videóval jövök nektek. Nézzük, hogy mi is történt az elmúlt egy-két napban. Ha a Bitcoin prediktet nézzük, akkor sok minden nem változott. Annyi, hogy 229 környékéről fönt 241 plusz-minusz 32 ezer dollárra. Ugyanúgy szeptember 23-át látja ez a mutató, mint a Bitcoin Bika piac csúcspontja, úgyhogy meglátjuk, hogy mi lesz. Igazából ez a következő mutató, ami érdekes, hogy 10-esre lement. Ugye 11 volt egy pár nappal ezelőtt a legalacsonyabb, hát nem tudom, hogy valaha volt-e 10, vagy az alatti értékű, úgyhogy hihetetlen félelem van a piacon, ami, hát nem tudom, részben érthető is. CBB Index 59-es, nem nagy meglepetés. A NUPL 69%, 70 alá mentünk. Ja, hát vagyunk ebben az optimizmus és belenyugvás sávban. Ugye nem voltunk az eufóriában, még picit sem, megközelítettük, de nem mentünk bele, úgyhogy az érdekes, ez is azt mutatja, hogy nem feltétlenül vagyunk a csúcsponton, és hogy Raoul Paul is mondta valamelyik interjújában, hogy minden big a piacon számítani kell egy 50-60%-os korrekcióra, ami általában a big a piaci szezon közepetáján következik be. Hát, hogyha októbertől, novembertől nézzük a big a piacot, akkor elképzelhet, hogy most értünk a közepetájára. Ha megnézzük a dollárhoz képest, hogy elég szépen minden visszaesett, a Matic vagy Polygon, Cardano, Solana, VeChain, Filecoin, az, ami pluszban van, a többiek annyira nem. Ha Ethereumhoz nézzük a dolgokat, akkor Ethereumhoz képest azért elég sok minden jobban teljesít, úgyhogy most kevésbé jó Ethereumban tartani a pénzünket, és a Bitcoinhoz képest azért elég sokan rosszul teljesítenek, úgyhogy a Bitcoin tűnik most egy kicsit erősebbnek. De ezek minimálisak, tehát ilyen 1-2%-os különbségek, de hát sok kicsi sokra megy alapon. Ez is fontos lehet. Nézzük, hogy a CoinGecko-ban 1,6 trillió piaci kapitalizáció, csökkentünk 2,2%-ot tegnaphoz képest. Viszont a jó hír az, hogy a Bitcoin lement olyan 34 környékére most. Úgy tűnik, hogy magához talál, de nézzük is meg azokat a híreket, amiket lehet most hallani, olvasni, hogy gyakorlatilag egy 6 trillió dolláros újabb pénznyomási kampányt indít Biden, és el is fogadta, azt hiszem, a Fehér Ház, úgyhogy most összesen 21 trillió dollár van forgalomban, és annyi van körülbelül nyomtatva, úgyhogy ezt még egy 30%-kal megdobják. Hát nem tudom, nem feltétlenül fog ez jót tenni az inflációnak, de hát majd úgyis ügyesek majd találnak olyan mutatót, ahol kimutatják, hogy csak egy pár százalékos az infláció. Aztán ami még azt is mutatja, hogy nem vagyunk teljesen rossz fázisban a Bika piacon, az ezt is mutatja, itt Carl DeMoon csinált egy összehasonlítást a 2017-es és a 2021-es Bika piacot rakta egymás mellé, hogyha jól látom, ez talán logaritmikus chart lehet, nem tudom. És látható, hogy hasonló mintázatot csinál, tehát itt is lehet látni visszaesést, akkor fölmegy, kicsit oldalaz, lemegy. És ez alapján az a 250-300 ezeres bitcoin árfolyam, csúcs árfolyam az elképzelhető teljes mértékben még
az idei piacon, úgyhogy nem kell annyira pánikolni, mint azt azok a mutatók mutatják, viszont ugye idén nagyon sok olyan ember jött újként a kriptovilágba, akik nem élték át a 2017-es, nem is beszélve a 2013-as visszaesést, és nem értik, nem tudják, hogy ez hülyén hangzik, de egészséges az, hogy nem egyenesen, parabolikusan megy fel minden, az nem vezethet jóra. Tehát ez a rendszer egy teljesen egyensúlyra törekvő rendszer, és gyakorlatilag ami lényeg az, hogy nem nyerhet mindenki, de nem is veszíthet mindenki, úgyhogy az egyensúlyi állapot kialakulásához kellenek ezek a 30-40-50%-os visszaesések, de hogyha az ember jól sárfálkodik a dolgaival, a tőkével, akkor azért szép nyereségeket lehet realizálni, és ezt ne értsetek fel, nem azt mondom, hogy ez könnyű, vagy nekem minden esetben sikerül, nem sajnos, de utólag mindig nagyon okos az ember, hogyha megnézi a csártokat. Nézzük is meg azt, hogy a bitcoin dominancia az hol áll, és lefelé megyünk, ami azt jelenti, hogy az árfolyama a bitcoinnak fölfelé fog menni. 11-es, meg nem tudom hányast fog itt kiírni, 1-es. Ez valószínűsíthető, hogy szépen lejjebb fogja vinni. A 36 ezeret áttörtük most végre valahára, ahol volt egy nagyobb fal. Most a következő 36.500-nál van, 36.500-nál, aztán 37.100-nál, 37.100-nál. Úgyhogy meglátjuk, hogy meddig megy el a dolog. És gyakorlatilag most egy olyan fázisba léptünk át, hogy a bitcoin mozgására az összes kriptó, legalábbis a nagyobbak, sokkal érzékenyebben reagálnak. Tehát, hogyha a bitcoin egy 5%-ot esik, akkor ők esnek 10-et. Ha a bitcoin 10-et esik, akkor ők 10-et esnek, de hogyha a bitcoin 5%-ot nő, akkor ők 10-et, illetve fordítva, vagy még többet. És ezt majd mutatom is, hogy ez például a Lunánál hogyan működött. Na, ez jó hír, hogy szépen megy be mindenbe a pénz, 871 milliárd dollár. Itt valahol az éjszaka során a 780 milliárdra lementünk, úgyhogy majdnem egy 100 milliárdot milliárd visszafolyt az altokba. Ethereumnél ugyanez, 250 milliárdról 286 milliárdra, tehát 30 milliárd, egy kicsit több mint 30 milliárd bement, úgyhogy az jó. Nem ezt akarom mutatni, ezt. Kicsit sok mindent, hogy rajzolok egyik TradingView-s dolgon valamit be, akkor az átviszi a többire is. És ezt le akarom tisztázni, hogy ez ne zavarjon senkit. Többen szeretik ezeket a mozgó átlagos indikátorokat. És itt a kettő nagyon fontos van, a 200-as, ami a sárga, az a 200 napos mozgó átlag, és ez a lila, vagy nem tudom milyen színű, ez az 50 napos. És látható, hogy ezek közelednek egymáshoz, illetve az 50-es meg a 100-as már keresztezték egymást. Olyan nagyon nem látom, hogy bármilyen dolgot csinálna. A kereszteződésnél volt egy nagy visszaesés, de igazából másnap meg már visszamentünk, tehát nem volt igazából nagy hatása. Viszont, hogy ez a lila meg ez a sárga keresztezni egymást, az azt jelenteni, hogy elérnénk a halál keresztnek, vagy kereszteződésnek nevezett dolgot, ami egyértelműen trendváltozásra utal, és hát itt lehet látni, hogy
elég szépen lefelé ívelő és közeledik, de azért, hogy elérje, azért ahhoz még kell. Még hogyha itt megnézzük, mi történt. Igazából mi is volt ugye a sárga, meg a lila. Hát itt keresztezték egymást, utána egy fellendülés volt, és akkor utána dur. És akkor itt innentől meg lehet látni, hogy elkezdődött fölfelé menni. Hát most ez kereszteződés az itt volt, és a másik kereszteződés az hon, itt. Ez egy 38 napos akármi volt, és ez, hát hogyha magát a kereszteződéstől számoljuk, akkor nem sikerült a tetejére rakni. Ez egy 63-45%-os visszaesést jelentett. Viszont onnét meg visszament viszonylag hamar. Innétől, hogy a másik tetejéig fölmegyünk, 80 nap alatt visszament ugyanarra a szintre, onnét leesett, úgyhogy nem feltétlenül jelent ez is túl sok rosszat. De persze azért az nem feltétlenül jó, hogyha ez bekövetkezik. Jó. Jó, nézzük ezt, ez egy hosszabb távú dolog, hogyha rajzolgatunk egy trendvonalat, akkor itt láthatjuk, egy szimmetrikus háromszöget lehet rajzolni szépen az alsók és a felsők összekötésével, és itt látható, hogy szépen ebben a sávban mozgunk. Most remélhetőleg elérjük ezt a felső részt, meglátjuk. Ez azért hosszabb időt is igénybe vehet, tehát most ezt ma este 8 órára húztam ide, de ez nem feltétlenül ma következik be, vagy biztos, hogy ma következik be, hanem itt pár napig ez eltarthat, lehet, hogy ez idébb kellene. Jaj, húzni. Mindegy, nem is azért rajzoltam ezt, de ami fontos még az, hogy itt négyszer teszteltük a tetejét, az alját három, hát ezt nem számítom, mert ez nem ment le az aljáig, az alját kétszer. A baj csak az, hogyha egyik szintet, amit többször tesztelünk és visszautasításra kerül, a valószínűsége, hogy a másikat viszont áttöri, annyival növeli. Tehát most, hogyha fölmegyünk ide és nem tudjuk áttörni, akkor ugye visszaesünk, és megpróbálkozik az aljával, hogy azt talán át fogja törni. És ez azt jelentheti, hogy tehát, hogyha a tetejét töri át, akkor fölmehetünk majdnem 50 ezer dollárra, viszont hogyha az alját, akkor meg a 23 ezer dollár környékét érhetjük el. A nagyon fontos szint az a 32.100, majd mutatom. Egyébként ezt úgy mértem ki, hogy ugye berajzoltam ezt a fordított head and shoulders, és akkor itt az aljától a tetejéig fölhúztam, és akkor arra csináltam egy ilyen vonalat, és akkor alulra meg fölőre beraktam. Jó, rövid távon is látunk egy fordított head and shoulders-t. Ugye itt, hogyha ezt így szépen berajzoljuk, akkor most ez azt sugallja, hogy ez vagy a 73 ezer, jó is lenne, 37.300 környékére mehetünk, de ahhoz először az kell, hogy ezt a 0382-es Fibonacci szintet átlépjük, ami 36.685-nél van. Nem lesz egyszerű, most 35.762 körül vagyunk. És itt látható, hogy berajzoltam egy trendvonalat ide, amit áttört most már lassan 2 órája, meg is erősítette, hogy áttörte.
valószínűleg most visszajön, megteszteli, hogy ez valóságos volt, és akkor mehetünk föl ide erre a 37 000-es szintre. És akkor, hogyha minden úgy alakul, ahogy most ez a fordított head and shoulders mutatja, akkor fölmegyünk oda, és akkor visszajöttünk erre a szint környékére, ami majd lehet egy jó vásárlási belépő. De aztán meglátjuk, ugye itt van még egy trendvonal, ami egy ilyen csatornát rajzoltam ide, hogy itt a tetej, itt az alja, amit most fölülre, úgy tűnik, hogy kitörtünk fölülre, ami szuper, mert teszteltük kétszer, és akkor a harmadszorra sikerült. Az aját meg teszteltük egyszer, kétszer, háromszor, négyszer, és látjátok, hogy négyszer teszteltük, az aját nem ment alá, hál' Istennek, és ezért a harmadikra, vagyis hát nem harmadikra, a másodikra gyakorlatilag a tetejére kitört. Hát ezt mondta az előbb, hogyha valamelyik oldalt sokszor teszteljük és nem siker áttörni, akkor másik oldalt valószínűleg a következőre áttöri. Ez egy ilyen furcsa szabály. Tehát most ezt kell nézni, itt a momentum hullám is azt mutatja, hogy még van erőnk fölfelé. Viszont ami engem aggaszt, az ez, hogy ha ezt megnézzük, itt 37 000-nél van két óriási fal, ez 400 bitcoin, meg még ez is egy százas, ez 500 bitcoin, itt nagyon keményen plafont fog mutatni, tehát ez a 37 300-400 az necces, bár ezek ugye bármikor kivehetik ezeket a megbízásokat és eltűnhetnek. Viszont a Boilinger sávok is azt mutatják, látjátok, hogy kiment kétszer, a harmadik az már bent lesz, erőt nyerít, talán fölmegy addig az eladási megbízásig, amit beraktam. Ez egy kicsivel a fölött van, ahol vettem, 36 850 körül vettem, ilyen kemény 1 dollár 65 centet. Minusz költség, talán 1 dollárt fogok rajta keresni, de nem akarok kiszállni mínuszba. De aztán meglátom, hogyha nem megy föl, és hamarabb visszautasításra kerül, lehet, hogy egy 10-20 dolláros mínusszal inkább kiszállok, és majd alacsonyabb szinten vissza. Az RSI is azt mutatja, hogy a tetején vagyunk, tehát nem feltétlenül megyünk nagyon följebb. Hát meglátjuk, itt sok indikátort egyszerre nézünk, nehéz eldönteni, hogy melyik az, aminek tudunk hinni. Itt most ez nagyon fontos, hogy ezt a 35 400-35 500-as szintet ezt tartsa ebben az órában, vagy lejön ide, nem tudom, hogy le fog jönni, és akkor visszapattanhat. Jó, tehát ezek, amik fontosak, illetve ami egy jó stratégia lehet, hogy elemzed a bitcoint, és átmész egy olyan coinra, amit szeretsz. Berajzoltam itt a Lunát, gyakorlatilag ugyanolyan head and shoulders, ami olyan szép egyébként. Itt fölment 6071-re, és most hát nem feltétlenül fölfelé megy. Nem tudom, hogy ezt a 6.2-es szintet elérje, vagy elmegy addig. Ha elmegy, akkor az jó lenne, akkor el tudnám adni egy kis pozitívba azt is, és akkor utána megint ilyen 5.3 környékén talán be lehet szállni, de hát majd nézem itt ezeket a momentum indikátorokat és egyéb dolgokat, hogy merre megy a dolog. Úgyhogy, tehát hogy elemzed a bitcoint, és akkor a kedvenc coinodat pedig veszed meg, mert hogyha megnézzük, gyakorlatilag kétszer akkora esést produkál, mint a bitcoin, hogyha mondjuk innét nézzük, ez 20%, utána visszament 17%-ot, majd megint esett 20%-ot,
és visszament 23%-ot. És ez gyakorlatilag, hogyha az ember végig tudta volna játszani, akkor ez két nap alatt, kicsit több mint két nap alatt lehetett volna megjátszani, és azért ez jelentős. 15, ott megint egy 20% azért egy jó kamatos kamatos, nem tudom fejbe kiszámolni, de azért jelentős 50%-a biztos lehetett volna két nap alatt növelni a lúna mennyiséget. És akkor itt megint vissza, hogy el lehet adni ezen a környéken, úgy tűnik, hogy nem fogja tartani ezt a 0,5-ös szintet. Úgyhogy ez szívás, de lemegy, és akkor ott vissza lehet lépni, és vissza lehet vásárolni alacsonyabb szinten. És akkor megint majd fölmegy, akkor el lehet adni. Ezeket a hullámzásokat lehet követni, de azért óvatosan bánjunk ezzel az egésszel. A Bitcoin elemzéséből sok mindenre lehet következtetni. Jó? Hogy körülbelül ennyit akartam mondani. A hétfő az egy érdekes nap lesz, ugye új hónap, új hét, új remények. Aztán talán elkezdünk szépen fölfelé menni. De az oldalazásnak is megvan a szépsége, ott is lehet szépen keresni pénzeket. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!